Jegy van. Már látta? Láttam. Igen. Most látom. És ott volt előttem a vágott szemeivel. Mintha fél perccel láttam volna utoljára. Tudtam, hogy te hívsz. Férjhez mentem. Én nem. Kerestelek aztán, de az apád azt mondta, hogy... Észre sem vette. Dehogy nem. Lajos bácsi majdnem lelőtt az elő hülye szolgálati pisztolyával, alig tudtam kiugrani a kerítésen. Hány éve is? A számtan egyiküknek sem volt erőssége. 13, 4, 5, 10. A lányom 5, a fiam 7, az 14, várjál, igen. És akkor jött a Giorgio. Egy hónap múlva összeházasodtunk. Ezt tettél? Ennyi. És most? Torino. Bocsánat, kanyarodtunk. A büfékocsi arra van? Jegy nem kell. Mi van a hajaddal? A babám velem babázik. Megtisztál egy kicsit. Bocs. Viszont te jobban nézel ki, mint akkor. Életvonalad az hosszú. Csak a végén töredezed. Ez mit jelent? A szerelem vonalad az meg gírbe gúrba. Arról nem töltek. És a tiéd? Semmi. Két gyerek, egy férj. Mosás, vasalás. Tévésorozatom. Nem voltam Nápolyban, Sorrento, Caprin. Sehol. És a férjed? Nyomoz. Mi? Valami fontos ember. Hol itt van, hol ott. Éjjel, telefon, lövöldözés, hullák. Nyomozó. Meg ott van a gyerekekkel. Most is éppen lent van Szegeden. Aztán gondoltam, hogy ha már éppen Szegeden van, akkor meglátogatom a nagyjékat. Gizike néni. Két szív, két esély, két út, két sors, két jel, két irány, merre hív, két világ, tár össze, mint a bácsiék Imréjéket, Imréjék minket, mi pedig mit is kergettünk? Emlékszel, amikor egyszer nagyon régen tettettük, de addig befásliztad magam? Hát most 2 méterrel több kellene. Meglátna. Annyira szerettem. Én is. De te nem akartam. De akartam, csak nem úgy. Na és amikor először együtt voltunk és szűz maradtál? Ja. Bocs. Igen, én meg szalmizáltam. Mi do, re, mi, fa.
mintha egy óra telt volna el, nem azok az évek. Talán a körülmények egy kicsit, bár végül is lehettek volna kevésbé romantikusak is. Suhantunk az autóval, beszélgettünk, csak olyan kis semmiségekről, amikről mindig, ha igazán fontos dolgok történnek két ember között. Régen egy fiú és egy lány, most egy férfi és egy nő. Olyan volt, mint egy poros hajnalon beszippantani valami gyönyörűséges virág illatát. Pont ilyenek voltunk. Pont ilyenek régen. Arra gondoltam talán most mégis, hogy most itt ülünk majd újabb 15 évig. Minimum. Hogy nem történhet semmi rossz. Elfelejtünk mindent. Csak ketten vagyunk az egész világon.